Az a vád ért engem, hogyha a városban éppen a kolléganőmmel megyek és valami dolgunkat intézzük, hogy olyan vagyok, mint egy két lábon járó hirdető oszlop. Bárki ismerőssel összefutok, azonnal programsorokat mondom neki, hogy a következő hetekben mire lehet számítani nálunk. Az az igazság, hogy én ezt szívesen teszem, hiszen minden egyes rendezvényünk egy-egy kvázi gyerekünk, tehát pátyolgatjuk, simogatjuk, szeretnénk, hogyha sikert aratna, majd amikor már felnőtté válik, tehát megtörténik, elhangzik. Szívesen teszem azt is, hogy most is egyfajta hirdető oszlopként hirdessem, mondjam, hogy minden héten kedden, este 8 órától szeretettel várunk bárki érdeklődőt a Néptánc Együttes próbáin. Ne adj Isten, hogyha még olyan szándékkal jön hozzánk, hogy egy kis tapasztalatszerzés után szeretne velünk táncolni, annak még jobban örülünk. Tehát senki ne fogja vissza magát, hogyha kedden olyan ingerenciája van, hogy a váraljával töltené azt a két-két és fél órát, mondjuk fél tizenegyig, tízig. Mindenkit várunk szeretettel. Most pedig a férfi nézőink figyelmét hívom fel. Komáromi karikázón fogják látni a váralja majdnem teljes lány táncos csapatát.
Az én babám rózsaszín szoknyája, nem meleg